Sziasztok! A Hogyan tároljuk otthon a képeinket című minisorozatunk negyedik befejező részét látjátok. Ezúttal a képek keretezéséről lesz szó. Előbb-utóbb biztos lesz egy olyan festményed, amit szeretnél bekeretezni. Akár azért, mert szeretnéd otthon kirakni a szobát falára, mert elég fontos ahhoz, hogy ne a fiókban heverjen, akár azért, mert oda szeretnéd ajándékozni valakinek, vagy kiállításra fog kerülni. Ilyenkor ugye a kép bekeretezése a megoldás. Erre mondok most egy-két tippet, ötletet, hogy mire kell figyelni. Ugye ebben a rövid videoblogban nem lehet részletesen elmagyarázni azt, hogy házilag otthon hogyan kell elkészíteni egy profi keretet. Erre egy külön tanfolyamok vannak. Viszont egy-két szempontot szeretnék megosztani veled. Az egyik dolog az ugye, hogy mielőtt bekeretezed, vagy bekereteszteted, előtte meg kell nézni, hogy szükséges-e fixálni. Ugye erről szólt az előző rész, az előző videoblogunk, amikor elmondtuk, hogy mikor, milyen képet kell, lehet érdemes fixálni. Most a képek keretezésére két metódust mondok most el. Az egyik a költségkímélő megoldás. Ez főleg akkor, hogyha otthon szeretnéd valamilyen formában a képeket kirakni a faladra, akkor azért nem árt, hogyha keretben van. Ez pedig az IKEA-s keret, legalábbis így hívjuk, tehát lehet kapni készen előre legyártott fix méretű kereteket, IKEA-ban vagy más helyeken is. Ezek ugye tökéletesen alkalmasak arra, hogy egy képet gyorsan, viszonylag olcsón, egy megfelelő kerettel lássuk el. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy ilyenkor a keret mérete határozza meg a képedet. Tehát ezeket lehet mindenféle méretekbe kapni, A4-esben, A3-asban, sokfajta méretben, de amikor ezt szeretnéd használni, arra figyelj, hogy a képet, a rajzot, azt előre be kell méretezni a kerethez. Ha ezt az egyszerűbb megoldást választod, akkor is több lehetőséged van. Az egyik lehetőség, hogy egyszerűen rárakod a kereted a képedre és kész vagy. Lehet üveglapot rakni a keretbe, illetve itt is lehet passzpartut alkalmazni, passzpartut is rakni. Mi is ez a passzpartu? Passzpartunak hívjuk ezt a kartonból készült keretet tulajdonképpen. Itt látjátok, ez a barna színű csík itten, ami a festmény és a keret közé kerül. Mi a passzpartu szerepe? Az egyik nyilván esztétikai, tehát egy passzpartuval ellátott kép másképp néz ki, mint egy sima, egyszerű keretbe helyezett kép. Nagyon sokat tud dobni egy jó kombináció, egy szép színű keret, meg egy szép színű passzpartu, nagyon föl tudja dobni a képeket. A másik pedig praktikus szempont vagy oka a passzpartu alkalmazásának, ugyanis ez eltartja a képet az üvegtől, és ez főleg ilyen poros képeknél, mint például a pasztel fontos, hogy az üveglap ne érjen hozzá a pasztel képethez. Lássuk most néhány példát, kezdjük a kevésbé sikerültekkel. Ennek a keretezésnek az a hibája, hogy a passzpartú túl sötét szürke lett. Az volt a szándék, hogy a passzpartú ne nyomja el a színes képet, így viszont nagy az ellentét a színes rajz meg a szürke passzpartú között, ide egy halványabb szürke vagy egy halványabb szín jobban illene. Ennél a rajznál az volt a szempont, hogy a passzpartú és a keret színei harmonizáljanak a rajznak a színeivel, tehát ilyen sárga, sárgás, barna, barnás árnyalatú színeket kerestünk, és az lett a hibája tulajdonképpen, hogy ez a keret túlságosan sötétbarna lett, tehát ennyire sötétbarnák nincsenek itt a képen, egy kicsit visszafogottabb barna jobban illene hozzá. Ennél a repro képnél az volt a szempont, hogy mivel a képen nagyon élénk színek vannak, tehát a passzpartú is legyen élénk színű, de ez túl élénk lett, kicsit elnyomja a képet. Tehát ezzel is vigyázni kell, hogy ha nagyon élénk a kép, akkor az se jó, ha túl élénk a passzpartú és a keret színe, de az se jó, ha túl szürke, túl visszafogott. Kettő között kell találni valami jó szint. Ennél a képnél az volt a koncepció, hogy mivel a kép egy sötét árnyalatú, viszonylag sötét árnyalatú, ezért legyen benne egy ilyen tónusjáték, hogy sötét keret, világos passzpartú, sötét kép. Amikor elkészült egyébként, akkor tetszett is, de most némi idő elteltével azt mondom, hogy ez túlságosan világos ez a
paszpartú ide, tehát egy picit sötétebb árnyalatú, vagy visszafogottabb hatású paszpartú még jobb lenne ehhez a képhez. Most pedig lássunk egy-két olyan példát, amiről úgy gondoljuk, hogy jól sikerült. Kezdjük egy ilyen fekete-fehér rajzzal. Ugye itt a keret meg a paszpartú színe eleve nem lehetett túl színes. Itt például ez a sötétebb paszpartú kiemeli szépen a rajzot, ezt a fekete-fehér színnel készült rajzot. No. Ennél a képnél nagyon sokat gondolkoztunk a keretezőnél. Nagyon tetszett ez a keret, ez a színátmenetes keret, ugye ebben van zöld, meg ilyen barnás árnyalatok, ami nagyon harmonizál a képnek a színeivel, viszont a hozzávaló paszpartút azt sokáig keresgéltük, de végül is szerintem ez egy jó választás volt, mert ez a zöldes szürke, ez egy szép átmenetet kép, ez a kép és a keret színei, élénkebb színei között, és nem nyomja el a képet. Ennél a képnél a színvilág, mármint a keret és a paszpartú színvilága, az már gyakorlatilag előre eldöntött volt, hogy valamilyen kékes árnyalat legyen. Ugye eleve a háttér is ugye ilyen kékes, és a világos kék, meg az arcbőrnek a rózsaszínjei, azok nagyon jól mennek egymáshoz. Itt tulajdonképpen csak az volt a feladat, hogy a megfelelő árnyalatokat kiválasszuk, és itt megint egy ilyen sötét keret, egy világosabb paszpartúval szépen körülöleli, kiemeli a portrét. Végül pedig lássuk Andi festményét, ez ugye a portréfestős videónak a képe. Itt az volt az elképzelés, hogy a kerettel emeljük ki a portrét még jobban, és ez a komplementer színhatást használtuk ki, ugye a képen az arcon sok a sárgás-narancsos árnyalat, és a lila ugye ennek egy komplementer, másodlagos komplementere, tehát nagyon szépen föl tudja dobni, ki tudja emelni ezeket a színeket, ezek a lila színek már ugye a háttérben, magán a festményen is felbukkannak. És még a keretről annyit érdemes megjegyezni, hogy ez nem egy sima keret, tehát itt van egy kis betét benne, ez is egy picit elegánsabbá teszi. Az előzőkben láthattatok több olyan keretet is, ami csak egy nagyon sima díszítés nélküli keret volt. Ugye ezzel is lehet variálni, hogy milyen fajta keretet választasz, sima egyszínűt vagy betéteset. Ugye a nagyon klasszikus képekhez ezeket a nagyon klasszikus kereteket is szokták alkalmazni. Ha egy kicsit modernebb stílusra vágysz, vagy úgy szeretnéd láttatni a képedet, vagy eleve a képed olyan, akkor érdemes viszonylag ilyen modernebb formatervezési kereteket választani. A keretezésről ezeket az ötleteket, tapasztalatokat szeretük volna megosztani veletek. Reméljük tetszett és hasznosnak találtátok. És a továbbiakban jó alkotást, jó festést és sok keretezni való képet kívánunk nektek!